8 éve hirdetnek önkormányzati telekprogramot Makón. Először 2006-ban a családok évében nyílt lehetőség önkormányzati telkek pályázására, azóta 12 talált gazdára. Most három Velnök utcai telket hirdetett meg az önkormányzat, melynek célja elsősorban a fiatalok letelepedésének biztosítása. Fiatalok nekünk nagyon fontosak, és megmondom őszintén, hogy az, hogy most három telket meghirdetünk, ennek inkább szimbolikus jelentősége van. Tehát ez nem egy tömeg, de az, hogy a város hogy áll ahhoz, hogy a fiatalok itthon maradjanak, és közülük azok, akik mondjuk nem albérletbe, meg nem esetleg ilyen tervszerű többszintes panelházba vagy más társaságba szeretnék az életüket elképzelni, hanem ilyen kisebb vagy nagyobbacska a jogos lakásigényük mértékéhez fogható magánházban. Na hát ő rajtuk próbálunk segíteni ezzel a telekprogrammal, ráadásul akként, hogy valójában hozzá is tudjanak jutni, meg is tudják építeni, és hát szépen élni is tudjanak ott. Én úgy gondolom, hogy ennek üzenetértéke van, akkor, amikor a város a ciklusprogramjában azt fogalmazta meg, hogy fiatalok a megújult Makó hazavár, akkor annak az érdekében is lépnünk kell, hogy akik már itthon vannak, azokat böcsüljük meg, és ez a rájuk való odafigyelés, az önkormányzat a közösségnek való megbecsülésének az egyik jele. Pályázni azoknak a fiataloknak lehet, akik makóiak, a városban életvitelszerűen és hosszú távon letelepedni kívánó házaspárok vagy élettársak. Továbbá életkoruk nem haladhatja meg a 40. évet. Ezen kívül más feltételeknek is meg kell valósulnia. Legalább egy gyermeket nevelnek vagy várnak, esetleg a későbbiekben vállalnak. Legalább érettségivel vagy szakmunkás vizsgával és mestervizsgával rendelkeznek. Továbbá igazolt munkahelyjel és állandó jövedelemmel bírnak. A pályázók lakáscélú megtakarításuknak el kell érni a 2 millió forintot, melyből képesek a tulajdonukba kerülő telekre lakóingatlant építeni 2 éven belül. A pályázatokat a polgármester hivatal vagyongazdálkodási irodájába várják, melynek benyújtási határideje 2014. március 3-a 10 óra. Bízom benne, hogy azok a fiatalok, akik itt mögöttem ezeket a házakat megépítették, és családjuk együtt benne laknak, azok is így érzik ezt, és akik most pályázni fognak, és netán nyernek ilyen lehetőséget, azok is hasonlóképpen fogják gondolni. Kedves fiatalok, várjuk a pályázatokat!